Ugye nem szeretik, hogyha valaki okosan kritizálja Darwint, tehát a legokosabb ilyenkor elzsibasztani, érzésteleníteni, eltemetni, mint a soha nem lett volna. De volt, és nekem pedig éppen, én pedig szeretem az ilyesmit, amikor ellenkező nézetek ütköznek, mert jobban megértem így, hogy miről van szó. Samuel Butler szerint az érzőképesség számtalan apró döntésre való képességet jelent. Butler szerint minden élet célszerű, és tudattal, emlékezettel és szándékkal bír, még az amőbáknak, vagyis az egysejtű amőbáknak is, megvan a maguk is akarata, vagyis döntésképessége, a kis befolyási övezete, eszköztára, amelyel ténylegesen megváltoztathatják környezetüket, követhetik céljaikat, vagyis amivel beleavatkozhatnak az anyagi viszonyokba. Tehát ugyanaz a gondolat, mint ami nálam is fölmerült. Butler érvei szerint a tudat jön előbb, a probléma megoldásával mindig a tudat úgy dolgozik, hogy először a tudat felismeri, hogy mi az, amit szeretne az anyagi világba átvinni, és amikor már megtanulta, hogy milyennek a módja, és már számtalan sokszor végrehajtotta, és rutinszerűvé vált, és már nem kell a tudatnak odafigyelni, mert nincs már probléma, mert tudjuk, hogy mi a probléma megoldás, és már beleívódott a szervezetünkbe, akkor már a tudatnak nem kell igyekezni annyira, és ilyenkor alakul ki a tudattalan. Az ilyen már megtanul, a tudat, mint az élharcosa, a tudat, mint az a probléma megoldó és döntéshozó tevékenységet folytató központ, amikor már ugye az élharcos, és mögötte fejlődik ki a nyomában, mint egy hajó, ami halad előre, és a nyomában, az úszájában kifejlődik a tudattalan. A tudattalan járulékos valami, ami valamikor tudatos volt, amikor még probléma volt. Értető? Na most ez megint a döntéshozatalt helyezi az élre, az első helyre. Ugyanúgy, ahogy az én elméletemben is. Na most, hogyan lehet a tudatot megérteni? A tudatot úgy lehet megérteni, hogy ha megértjük azt, hogy mi a fizikai anyag. Amíg a fizikai anyagról nem alkotunk világos képet, nem tudjuk elkülöníteni semmitől, mert nem tudjuk, hogy mit akarunk elkülöníteni. Tehát először meg kell értsük, hogy mi a fizikai anyag. A fizikai anyag az az élettelen anyag, és a fizikai anyag az, ami a fizika törvényének engedelmeskedik. Na, ez volt a hatalmas nagy elmeéllel, sok év töprengése, erre jutottam. Erre még senki nem bírt eljutni idáig, ugye pedig szerintem előbb-utóbb talán lehetséges eddig eljutni, mert magától értetődő, hogy a fizika elméleteket, a fizikai elméleteknek az alapegyenleteit követő, ami úgy viselkedik, ahogy a fizika egyenlete előírja, azt nevezzük anyagnak. Az a fizikai anyag. Na most a fizikának az összes alapvető törvényét le lehet vezetni egy még mélyebb elvből, a legkisebb hatás elvéből, amit most röviden át szeretnék ugrani, és azt mondom, hogy csak annyit mondok róla, ez a tehetetlenség elve. Amikor leejtünk egy testet, a legkisebb ellenállást követve tehetetlenül mozog a pályáján. Nem fektet be se energiát, se időt, nem is képes arra, hogy bármit eldöntsön. Tehetetlenül zuhan lefelé. Ez a fizikának az összes alapegyenlete levezethető, érdekes és zseniális módon, ahogy ezt a természet megalkotta, ebből az elvből, a tehetetlenség elvéből. És az összes élettelen anyag ennek megfelelően viselkedik. Tehát arról, hogy tehát mindegyik élettelen anyagnak van egy iránya, hogy hogyan képes ez a tehetetlenség elve rábírni az élettelen anyagot, hogy kövesse ezt a láthatatlan és testetlen elvet, hát ugye ez egy mélyreható kérdés, hogy honnan tudja a biliárd golyó, hogy milyen pályát kell követnie, hogyha egyszer annyira biliárd golyó, hogy neki semmi esze nincs, akkor honnan tudja, hogy hogyan kell viselkedni az adott helyzetben, ugye valahogyan követi ezt a törvényt, de honnan tudja, hogy ezt a törvényt, honnan ismeri ezt a törvényt, ugye? Szóval itt ezek mélyreható kérdések mutatják, hogy az egész világ alapvetően elmebeli, és a biliárd golyók azok igazából csak egy, hogy mondjam, a második emeleten, harmadik emeleten jelentkező járulékos jelenségek. Alapvetően a természeti törvények azok, amik az igazi húsát, szellemét és vérét és velejét alkotják a világnak, és a látható rész az csak a felszíne, az csak a bőr rajta, úgy, ahogy az igazi húsvér valónk, ugye, az csak a kesztyű, amögött az érző lény, azon az érző lényen, ami mi vagyunk magunk, az a lény, aki mi vagyunk, és érzünk, és gondolkodunk, a testünk ugye az csak a porhüvelyünk, az olyan, mint egy kesztyű,
De attól még, hogy csak a kesztyűt látjuk, hogyha valaki mindig kesztyűt visel, nem kell azt gondolni, hogy csak a kesztyű létezik, hanem hogyha úgy mozog, hogy nem a fizikai törvények megfelelően, akkor biztos, hogy van benne valaki. Igaz? Aki nem a fizika törvényt követi. Tehát, na most akkor, tehát a tudatnak ez lehet az alapvető gondolata és megértése, hogy a tudat az, ami eltérést idéz elő a fizikai tehetetlenségi törvényektől. A tehetetlenségi törvény ugye az a legegyszerűbb viselkedési forma, és amikor valami eltér ettől, akkor azt el kell téríteni. Na de hogy hogyan térjen el egy bizonyos tehetetlen pályától? Milyen irányba? Azt el kell dönteni, az anélkül nem megy. Számtalan sok irányba lehet eltérni. Oda már ész kell, elme kell, döntés kell, az az elme világa. Tehát van egy a lehető leggazdaságosabb viselkedés egyébként, a tehetetlen viselkedés, és ez benne van egy hatalmas nagy elmében, és minden, ami egy kicsit más, az mind az elméhez tartozik, és az képes eltéríteni a fizikai pályától, ahogy ugye a kesztyűt is az élő lény mozgatja és téríti el a fizikai pályától. Tehát, igen. Tehát, igen. Ezt már elmondtam, és akkor nézzük. Az élet önálló, a fizika része, nem a fizika része, hanem túl van a fizikán. Na most akkor az életnek az életnek Bauer Ervin fogalmazta meg a lényegét, egy magyar származású biológus, aki a 20-as években került ki először külföldre, és 1935-ben jelent meg a főműv, az elméleti biológia, és ő fogalmazta meg az élet lényegét tudományosan is érthető és világos formában, mégpedig úgy, hogy minden élőlény minden pillanatban minden energiáját mozgósítja, hogy úgy mondjam, most ez a saját szavam, a tehetetlenség ellen. Tehát az az élőlény, aki nem mozgósítja az energiát a tehetetlenség ellen, és nem csak tudatosan, ugye, mert akkor is lehet kataton állapotban ott ülni a sarokba és bámulni a tévét, ugye, tehetetlen állapotban, de akkor már úgy nézünk ki, mint aki ugye egy élettelen lény. De hogyha még a sejtjeink szintjén is lezsibbadnak a folyamatok, és a sejtjeink azt mondják, hogy szépen egy ilyen élőlényt nem érdemes éltetni, és ők is földobják a bakancsot, és azt mondják, hogy akkor mi is beadjuk a lemondást, ugye, akkor vége, akkor az élőlény megszűnik élőlény lenni. Tehát az életnek az a lényeg, és ez hihetetlen felvillanyozó, hogy minden energiát minden pillanatban mozgósítani, nem annyit, mint amennyit te vagy én mozgósítunk minden másodpercben, hanem minden energiát minden másodpercben mozgósítani, a lehető legjobban a tehetetlenség ellen, a fene egye meg. Érthető? Az élet kedvéért. Az élet egy hatalmas nagy dolog. Azért érdemes cselekedni. Na, ezt a modern ember nem érti, mert el van rothasztva az agya. Tunya. Pang. Ugye nem ér. Állítólag értelmes lény. Az volt valamikor, most is, félig meddig. Egy kicsit úgy, mint egy teszhalott. De akkor leszünk igazán élőlények, hogyha minden pillanatban minden energiánkat úgy mozgósítjuk, mint a fűszál a réten. Ugye? Aki amikor letapossák, utána meg se kottyan, zsuty, ugye elment ez a valaki, hopp, ugye már ott is van, ugye, vagy egy nap múlva, mint hogyha soha nem taposott volna rá senki. Vagy hogyha mondjuk egy betonrepedésbe kerül a fűmag, de ki nem, hát nem kezdve panaszkodni, a fene, hát ilyen betonrepedésbe, hát nem ehhez szoktam én, hanem sokkal előkelőbb helyeken szoktam. Mit számít neki? Hogyha van egy parányi kis lehetőség, vagy hogyha nincs, akkor teremt. És kinő a betonrepedésben. Na hát így kellene nekünk élni, ugye magyaroknak, embereknek, minden embernek, mert akkor lennénk élőlények. De a fűszálakat még utol kell érni, mert beláthatatlan előnyre tettek szert. Ugye, mint élőlények, sokkal előbbre tartanak. Ugye nincsenek elidegenedve maguktól. Érdekeltek az életben. Nem úgy, mint a modern ember, nem élet, ugyan, ki tudja, mit. Nehéz megérteni. Hol a tévé? Hol a kolbász? Sör? Ugye, munkába be kell menni, aztán mi van? Hát ez az élet, nem? Nem.
Bauer Ervin azt mondja, hogy nem ez az élet, hanem ez a tehetetlenség pályája. Ez ilyen ember saját magától is el van idegenedve, és nem azt az életet éli, amire született. Tehát ez egy forradalmi hadüzenet a tunyaságnak. Igen. Hogyan téríti el a tudat az anyagot a tehetetlen pályától? Ugye? Na hát ezek most, addig, amit most elmondtam, az úgy van tudományos alapja, mert a Bauer Ervin elméleti biológiai tudományosan ki van dolgozva. De hogy megértsük ezt a rejtélyt, ami, hogy a tudatvilága és az anyagvilága között létezik egy átjáró, ezt még soha senki nem tudta jól elmondani, megfogalmazni az elmúlt 2000 évben. Ez megoldandó probléma, ezt úgy hívják, hogy a testlélek probléma, vagy mind-matter problem, és ennek a megoldása úgy néz ki, most nem ez a feladatom ebben az előadásban, hogy ezt elmondjam, csak érzékeltetem, hogy az akarat, a döntésünk az nem semmi, mint ahogy azt egy materialista azt mondja, hogy az semmi. Nem, az akaratnak van energiája, tudati energiája, mégpedig, és éppen ezért ez az energia, ez képes a kvantumvákuumban részecske párok, részecske antirészecske párt kelteni, létrehozni. A fizikai törvények érdekes módon nem akadályozzák meg, hogy egy köbcentiméter teljesen üres kozmikus űrben másodpercenként akárhány részecske antirészecske pár keletkezzen. Nem akadályozzák meg, csak az energia megmaradás törvénye akadályozná meg, de a fizikusok azt mondják, fura módon, hogy az energia megmaradás törvény ebben az esetben nem érvényes. Ugye ez érdekes, mert amikor én elkéstem a gimnáziumban matematika óráról, és volt egy kitűnő tanárom, Erdős Pál, világhírű matematikusnak is a barátja, Rász János, matematika tanár úr, és elkéstem a matek óráról, és akkor mondtam, hogy tanár úr, én egyébként mindig pontos vagyok, csak most az egyszer késtem el, akkor azt mondta, tanár, nem fogadom el a védekezést, mert a mindig az azt jelenti, hogy minden egyes esetben. És hogyha minden egyes esetben, vagyis mindig pontosan érkezni, akkor most nem késtél volna el. Tehát most vagy mindig, ugye, és akkor most nem, ugye, vagy pedig nem mondhatom azt, hogy mindig pontos vagyok, csak most nem. Na most ugyanez a helyzet az energia megválasztó érvényen. Nem, mert az nem mindig érvényes, csak ebben az egy esetben nem. Ilyen nincs. De a fizikusoknak ez nem jelent komoly gondot, mert 80 éve nem értik a fizikát. Mert a kvantumfizikáról a Nobel-díjas Feynman, aki a kvantumfizikának a legfejletebb megfogalmazását fogalmazta meg, azt mondja, hogy az, aki azt hiszi, hogy érti a kvantumfizikát, azzal csak az bizonyítja be, hogy mennyire nem érti. Mert ő maga sem érti, mondta a tanár a hallgatóinak az egyetemen. Mert ténylegesen a kvantumfizikához föl kell nőni, hogy úgy mondjam, és materialista észre nagyon nehéz, vagy mondhatom azt talán, hogy lehetetlen. Ehhez gondolkodni kellene, és biliárd golyókkal nem fog menni. Tehát szerintem az energia megmaradás törvény igenis érvényes, és éppen ez az, ami lehetővé teszi, hogy az akaratunknak van energia, és az akaratunk, meg különben ugye egy köbcentiméterben akár végtelen sok részecske-antirészecske pár is keletkezhetne. Igaz, hogy ezek aztán az energia megmaradás törvény általában csak mikroszkopikus, vagyis kvantum szinten sérülhet, vagyis akkor a másodperc töredéke alatt el is kell tűnniük, vissza kell esniük a semmibe. Na de hát akkor is úgy néznek ki az egész, mint egy terű-terű asztalkám. És ami sérti az okságnak a törvényeit is. Az Élő Világegyetem könyve című művemben részletesen kimutatom az egész okfejtést, hogy azáltal, hogy azt mondom, hogy az akaratnak van energiája, lehetővé teszem, hogy megmagyarázzam, hogy hogyan lehet a tudat úr az anyag fölött, hogyan lehet az, hogy én eldöntöm, hogy az ujjam hajoljon be, és az ujjam csodamód be is hajlik, ugye? Hogyha két malomban örülne a tudat, vagy a tudat nem létezne, egy állítólagos jelenség lenne, mint ahogy Daniel Dennett mondja, akkor mivel magyarázható az, hogy az ujjam akkor hajlik be, amikor én mondom? Ez kísérletileg ellenőrizhető egyébként. Például megmondom most, egy bejelentem, lelepleződhetek, ugye, mert a Uri Galler azt mondta, hogy képes behajlítani egy kanalat az akaratával. És amikor sokan voltak, akkor sok kamera, meg sok ember, és nem sikerült beállítani a kanalat, akkor azt mondta azért, mert sok rossz indulatú ember volt, és azok ilyen antiparapszichológiai hatást fejtettek ki parapszichológiai alapon, és akkor ők a negatív sugallataikkal megakadályozták, hogy az ő pozitív sugallatai érvényre jussanak. Ugye? Én azt mondom, hogy akárhány rossz indulatú ember lenne is itt,
Én akkor is be tudom hajtani az ujjamat, akkor, amikor én mondom, igaz, hogy ez ilyen telekinézisnek néz ki, hogy a tudattal mozgatom az anyagot, de én mégis meg tudom tenni, sőt, akárhány tévékamera is van, sőt, akár még laboratóriumban is, pont akkor fog bejönni az ujjam, amikor én akarom, és előre meg tudom mondani. És egy jó tudományos kísérletnek az a lényege, hogy előrejelző képességgel bír. Tehát meg tudja mondani, hogy ha kilövöm ezt az ágyugójót, hol fog becsapódni. Na ugyanígy, hogyha ezt meg tudja mondani egy jó elmélet, akkor ez egy jó elmélet. Ez a próbája, a puding próbája, hogy megeszik. Na tessék, akkor én most azt mondom, egy másodperc múlva ugye az egész materializmus romba fog dőlni, hogyha nekem sikerül a tudatommal, ezzel a nem létező semmivel, ezt a létező, látható, jó megfogó valóságot az uralmam alá hajlítani. Na tessék, most akkor a világnak most innentől kezdve egy új korszakát írjuk, mert azt mondom, hogy egy másodperc múlva be fog hajlani az ujjam, és tessék, egy, és behajlott, tessék. Úgy, ahogy megmondtam. Érthető? Tehát kísérletileg tudományos módon bizonyítottam, más is rájöhetett volna, pofon egyszerű, így utólag, nem igaz? De 400 éve mondják és tanítják a katedrákon, az egyetemek, az iskolákban, hogy a tudat nem avatkozhat bele, mert a tudatnak nem lehet oksági ereje. Hát hogy ne? Hát ugye egy másodperc múlva be fog hallani az ujjam. És nem volt senki képes a józan eszét igénybe venni, hogy de hát akkor honnan tudhatom, hogy holnap be fogok menni dolgozni. Ugye? Hogyha a biliárd golyók ütközésétől függ, hogy én holnap bemegyek a dolgokkal, a vállalatvezető miért mondja azt, hogyha nem megyek be dolgozni, nem kapok fizetést? Hát akkor nem tőlem függ. Ugye, ha viszont tőlem függ, akkor a tudat úr az anyag fölött, nem? Az egész társadalom arra épül, hogy a tudat úr az anyag fölött, mert a vállalatvezetők elvárják, hogy bemenjenek dolgozni az emberek. Nem? Vagy legalább otthon bekapcsolják a számítógépüket mostanában. Tehát ezt a nyilvánvaló dolgot nem voltak képesek fölfogni a józan eszű emberek, akiknek van, vagyis mindenkinek, és ezért 400 éve kábítanak bennünket, azért szabad akarat nincs is. És ez egy eldöntetlen kérdés. És azáltal, hogy van, na most hogyan tudom én azt elérni, ahhoz az ujjamat behajlítsam, ahhoz egy szükség van az izmoknak az összehúzására. Mi fogja összehúzni az izmokat? Az az ingerület, ami az agyamból eljutott az izmokig. És mi fogja azt beindítani az agyamban, azt az áramot? Mi hozza létre a legelső bioáramot, a legelső dominót mi dönti el? Ugye vannak, akik azt mondják, hogy hát amikor meg akarok inni egy pohár vizet, úgyis megfogom a poharat, azért akarom meg, nem azért, mert én eldöntöttem, hanem azért, mert a szervezetem már annyira szomjas, hogy fél a kiszáradástól, és ezért ez egy ösztönös, a tudati akaratomtól teljesen független dolog. De ez nem így van, mert hogy ezzel a kísérletet meg tudom cáfolni. És azt mondom, hogy az akaratom hatására létrejön a kvantumvákumban egy részecske-antirészecske pár, ami aztán képes a kvantumvákumon keresztül a valódi részecskékre hatni, mert ezek virtuálisnak nevezett részecskék, mert ezek a fénysebességnél gyorsabbak, és senki ezt is 80 évig nem voltak képesek feldolgozni, mert a fénysebességnél semmi nem lehet gyorsabb, a virtuális részecskék gyorsabbak, azok végtelen sebességgel terjednek, tehát ezek nem lehetnek valóságosak, mindenki így gondolta. Csak hogy 2011-ben, 4 évvel ezelőtt Wilson és munkatársai kimutatták, hogyha a fénysebességhez nagyon közeli sebességgel forgó tükröket virtuális részecskékkel nyalábot bocsátanak rá, akkor ezek valódi, látható fényé fotonokká alakulnak. Tehát ezek teljesen valóságosak. Csak éppen a valóságnak egy másik formájában léteznek. Nem a megszokott anyagi formájában, hanem a valóságnak egy virtuális formája. Létezik a valóságnak egy mélyebb szintje, a virtuális valóság szintje. Ami nem anyag. Na most ezt nehéz lenyelni. Aki anyag, aki csak anyagot hajlandó elismerni, az nem fogja elismerni azt, hogy létezik valami, ami nem anyag, igaz? Egyszerű. Mert ő előre kikötötte magát, köti az ebet a karóhoz, hogy anyag, más, mint anyag nem létezhet. Ugye csak én azt nem értem, hogy miért köti valaki ki előre, hogy mi létezhet és mi nem. Hát nem a valóság a lényeges, nem az az irányadó. Miért mondanám én azt, hogy hogy én nem érdekel engem, hogy milyen színű ez a sátor, mert ez a sátor csak fekete lehet. Miért érdekem nekem az, hogy ne vegyem figyelembe, oda nézek, hogy na most látom, ez a sátor piros mondjuk, vagy bordó. Miért kell nekem, miért vannak emberek a világon, akik kötik az ebet a karóhoz, hogy anyag nélkül, anyagon kívül más nem lehet? Miért nem nyitott az emberek, hogy hát nézzük meg, hogy most lehet-e valami anyagon kívül, vagy nem? Érthető? Szóval ez egy elme baj. Miért jó az neki,
aki azt mondja, hogy csak anyag létezhet. Miért csinálja ezt? Párt megbízatásra? Azért kapja a fizetését? Hát ebben van valami, sokan azért. De azért kapják a fizetésüket. Ilyen a mai világ, rothadt. Materialista, a tévében is ezt kapjuk. Ezt valaki támogatja hátulról, ugye anyagiakkal, komoly anyagiakkal. Az az ember lesz sikeres, aki ezt hazudja. És ők meg hazudják, mert sikeresek szeretnének lenni. Ezen kívül más különösebb oka nincs. De azért érdemes védekezni az ilyen kártékony nézetek ellen, és vegyük elő a józan eszünket. Tehát, mi indítja el ezt a dinamót? Az, hogy az akaratunknak van energia, és az akaratunk energiája képes átalakulni egy másfajta energiaformába, részecske, antirészecske energiájává, és azok a részecske, antirészecskék végtelen gyorsan tudnak az akaratunknak megfelelően viselkedni, és úgy fognak hatni az anyagi részecskékre, a látható anyagra, ahogy azt az akaratunk diktálja. Ez részletesen kimutatom ezt ebben a könyvben, az Élő Világ Egyetlen könyvben. Na most akkor nézzük azt, hogy a tudat hogyan jellemezhető. Amikor olvasunk a döntések számával, amikor olvasunk másodpercenként 100 bitnél többet nem tudunk feldolgozni, mert percenként 1-2 oldalnál többet nem tudunk úgy elolvasni, hogy azt tudjuk is, hogy mi mit olvastunk el. És vissza be tudjunk róla számolni, igaz? Még egy gyors olvasó sem tud elolvasni 100 oldalt egy perc alatt, úgyhogy tudja, hogy mi van benne, ha csak nem tud előre. Tehát ez azt jelenti, hogy a tudatunk, az öntudatunk, ami nagyon föl van fújva a mai időkben, az ember úgy gondolja, hogy a tudat, az emberi tudat, az emberi tudat, az minden, az a legmagasabb képesség, mi mindent annak köszönhetünk. Most kimutatom ebbe a cikkbe, hogy nem így van. Mert az emberi tudat másodpercenként mindössze 100 bitet képes feldolgozni, miközben az érzékszerveink a szemünkön keresztül például másodpercenként több 100 millió bitet dolgozunk fel. Azok a lenézett sejtek, amik a szemünkben és az agyunkban dolgoznak. Másodpercenként több 100 millió, ugye 1 milliárd, itt ugye 1 milliárd bitet dolgoznak fel a külvilágból az érzékeléssel a szervezetünk. Ez 1989-es könyvből van ez a kép. Tehát 1 milliárd bitet dolgozunk fel másodpercenként tudattalanul, de a tudatunk ennek csak egy töredékét tudja, 100 bitet tud feldolgozni. És ezzel vagyunk nagyra. Ugye egy 8-egyű számot már nem mindenki tud egyből megegyezni. Ez a hatalmas nagy emberi öntudat. 8-egyű szám. Na. Hát azért ennek vannak komolyabb dolgok is, nem, amit az emberiség fel tud mutatni, de az nem az öntudat. Mert az csak 8-egyű számot képes fölfogni. Valami máshol van a kutya elásva, és mástól ember az ember, mástól hatékony az emberi tudat, nem attól, hogy másodpercenként olyan nagyon sok információt tud feldolgozni. De senki nem volt igazán képes felfogni, feldolgozni, bár van egy néhány szerző, aki erre felhívta a figyelmet. Na most akkor, most már megpróbálok gyorsabban haladni, mert az idő sajnos gyorsan szalad. Tehát a lényege az, az előadásomnak, hogy az ember azért képes hatékony döntéseket hozni, mert ahogy a tudat halad előre, az uszája egyre nő, főleg akkor, hogyha a tudást, a megszerzett tudást át tudjuk adni egymásnak. És az emberiség képes arra, hogy átadja, akárbárki tudja, az egysejtűek is sok mindenre képesek. Édesapám egyszer azt mondta, hogy az egysejtűek és az ember közötti küzdelem még nem dőlt el. Ugye, mert az, hogy most végül is a vírusok győznek, vagy kiírtják az emberiséget, vagy az emberiség megtalálja az ellenszert, még folyik jelenleg a fegyverkezési verseny, jönnek az antibiotikumok, vírusok padlón. Vírusok fejlődnek 2 hét múlva, ember padlón. És egyelőre így megy, ugye a fej mellett zajlik a küzdelem. És azt gondolom, hogy miközben ugye az emberi tudat újabb és újabb problémákat ismer fel, kialakítja a megoldás útját, közben egyre több problémát ismerünk meg, egyre több probléma annak a megismerése válik rutinszerűvé, és kerül be a közös tudásba, amit úgy nevezhetünk, hogy kultúra. És ez a kultúra az ember esetében rendkívül jól és ügyesen hagyományozott, különösen mióta írásban is, jó, régebben a szájhagyomány is nagyon jól működött. Tehát van egy olyan kulturális, a beszéd képessége ki tud fejlődni, és emiatt, és a nagy agykéreg képes elraktározni azt a rengeteg nagy tudást, amit az emberiség fölhalmozott, ezért a nagy agykéregünkre tudunk támaszkodni, és ezért például egy világbajnok sakkozó, ahhoz, hogy Kasparovot legyőzze egy modern számítógép, ahhoz olyan számítógépet kell kifejleszteni, ami másodpercenként
10-14-en, 10-15-en műveletet volt képes létrehozni, végrehajtani, és az azt jelenti, hogy ha mondjuk 19-en az 1 milliárd, akkor azt jelenti, hogy másodpercenként több mint 100 000 milliárd műveletet kellett végrehajtani annak a számítógépnek, ahhoz, hogy Kasparovot le tudja győzni a gép. Tehát a másodpercenként több mint 100 milliárd művelet, ugye, és itt a Kasparovnak pedig az öntudatában van mindössze 100 bit, a 10-15-en bit per szekundum helyett, ő csak 10-2 bit per szekundumban rendelkezik. Hogy lehet, hogy akkor így, ekkor voltak egyenlő sakkozó képességűek? Úgy, hogy Kasparov tudott sakkozni. Megtanulta, hogy milyen stratégiával egy adott helyzetben, és erre a lexikális tudására, erre a stratégiára tudott támaszkodni. És ez, hogy a nagy agykérgében volt egy hatalmas könyvtár. Ez a hatalmas könyvtár volt, van az, amihez bármikor hozzáférhet, a nagy agykérgében az mindig kéznél van. És ezért tudott ilyen, megsokszorozódott a teljesítménye, mégpedig milliószoros, milliárdszorosára. Tehát az emberiségnek a nagy agykérge a tudást nem csak hogy tartósítja, hanem meg is sokszorozza az öntudatnak a hatékonyságát. Tehát az ember attól, nem attól ember, hogy az öntudatunk, hogy hú, de nagyon gyors, és milyen hatalmas teljesítő képességű, mert ez nem így van, hanem azért, mert az öntudatunk hasznosítani tud egy hatalmas könyvtárat, mégpedig nagyon gyorsan, bármikor hozzá tud férni ez az egész hatalmas könyvtárhoz. A Mérő Lászlónak az Észjárások című könyvében benne van, hogy egy nagymester az körülbelül 10 000 stratégiát képes elsajátítani. Tehát, hogy az életnek sokféle területe van, lehetséges, hogy minden egyes ember mondjuk több ezer ilyen nagymesteri szintű stratégiát képes elsajátítani, és raktározni a nagy agykérgében, ezért rendkívül hatékony az a pici kis, pontszerű kis öntudata, mert támaszkodik egy ilyen nagyszerű tudásra, amit rögtön el tud érni. Tehát megváltozik az emberi világról alkotott elképzelés. Na most akkor itt a kozmikus tudatról szóló részt kihagyom, mert közeledünk a fél hathoz, fél héthez, fél